a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm kedves nézőinket, újra itt van a Mozaik, a napi színes, mi pedig folytatjuk a nyárra hangolódást mai műsorunkban is, ahogyan azt tegnap megígértem. Szó lesz ma a Csűr Színház programjáról, vendégem ugyanis Széjes Ferenc lesz, ezen belül láthatnak egy összeállítást a Hagyományok Háza által szervezett Szabad Egyetemről, illetve a klasszikus zene kedvelői nem sokára egy gála koncerten vehetnek részt Csíkszeredában, ezt egy mesterkurzus is követni fogja, mindenről pedig Bocskor Salló Lórántal, az esemény főszervezőjével fogok beszélgetni videón keresztül. Tartsanak velünk! Most pedig nézzünk szét Erdélyben Koszorús Krisztinával, hiszen megmutatja nekünk, milyen más kulturális eseményekre számíthatunk a héten. Következzen a kimenő! Üdvözlöm Önöket ma, június 18-án, kedden, sziasztok! 1482-ben ezen a napon született Marti Luci fráter György pálos szerzetes, az önálló Erdély megszervezője. 1942-ben pedig Paul McCartney, a legendás Beatles együttes énekes gitárosa látta meg a napvilágot. Én Koszorús Krisztina vagyok, és ez pedig a kimenő. Az Európai Filmfesztiváljának idei, immár 23. alkalommal megszervezett eseménysorozata számos újdonságot ígér. Ezek közé tartozik a szemle időpontjának megváltozása, hiszen idén a 23. F június 11 és 30-a között zajlik számos városban, ezek közt két erdélyi városban is. Június 21-e és 23-a között Marosvásárhelyen, június 28 és 30-a között pedig Nagyszebenben. A film képes hidakat létrehozni és közös értékeket megőrizni, megerősíteni, ugyanakkor megmutathatja a más egy oly módon is, amely közelebb hozza, hogy jobban megérthessük őt, mondják a szervezők. És most engedjék meg, hogy a szerzői estünket reklámozzam, hiszen nem sokára Kosszikándor hadsat koncert lesz a marosvásárhelyi bunkerben. Sokszínű muzsikánk több műfajból építkezik, tükrözve a tagok meglehetősen változatos ízlését. Saját dalainkban ötvözzük a műfaji sajátosságokat és a stílusjegyeket, ezért zenénk felölel funk, jazz elemeket, reggét vagy akár drum and bass-t, de még népzenei motivumok is fellelhetők benne. A zenekar lendületes live koncertélményt nyújt, muzsikánk leginkább szobahőmérsékleten élőben fogyasztandó, ezért ne szalasszátok el, és gyertek június 21-én a Marosvásárhelyi bunkerbe egy audiovizuális funky utazásra, amelyre a saját dalainkkal viszünk benneteket. Meghívottak, vizuális meglepetések is lesznek, találkozunk ott. A Hagyományok Háza Hálózat Erdély és a Kallós Zoltán Alapítvány közösen nyitotta meg május 4-én az Erdélyi Élő Népművészet című kiállítást. A kiállítást megnyitotta dr. Tőcegi Tekla néprajzkutató, az Erdélyi Néprajzi Múzeum igazgató helyettese. És a helyszín a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény Válaszúton, a főút 7-es szám alatt. A kiállítás 2019. augusztus 25-éig tekinthető meg, kettől vasárnapig 9 és 16 óra között a gyűjtemény nyitvatartási idejében. Eddig tartott a mai kimenő, az erdélyi események ajánlója. Köszönöm figyelmüket, a legjobbakat kívánom, a viszontlátásra! A Magyarországi Művészeti Alap Értetek Egyesület és a Székelyföldi Székhelyű Klassz Értékeink Egyesület június 30-án 4. alkalommal szervez hangversenyt, majd azt követően klasszikus zenei mesterkurzust Erdély fiatal tehetségeinek. A vonalban az esemény főszervezője Bocskor Salló Lóránt. Szervusztok! Sziasztok, sziasztok! Köszöntöm a kedves nézőket! Szia Lóri, köszönjük, hogy bekapcsolódtál hozzánk. Hogy álltok az esemény előkészületeivel? Hát most azért tüzelővel folynak az utolsó sivítások, ugye, mert ilyenkor amellett, hogy ezt a gálakoncertet is megszervezzük, azért egy 80 részvevős mesterkurzus követi ezt a gálakoncertet, már immár 4. alkalommal ugye Székelyföldön, és így ilyenkor azért úgy összességében véve körülbelül 150 és 200 ember közötti mennyiségre kell számolni csak így, és ezt a kommunikációt ugye hát fenn kell tartani folyamatosan, de rendben lesz minden, és nagyon várjuk. Mire számíthat az, aki ebben az időszakban ellátogat Csíkszeredába? Például a gálakoncerten kikkel találkozhatnak, kit láthatnak a nézők?
Hát a Hazulról hazaiaknak gála koncert elnevezést is közösen Molnár Levente barátommal, a mindkét egyesület elnökével találtuk ki azért is, mert ugye tulajdonképpen mi itt is itthon vagyunk, és ott is otthon vagyunk, és akkor úgy arra gondoltunk, hogy tehát Hazulról hazaiaknak ezzel a címmel tudnánk adni valamit az otthoniaknak. Egy nagyon-nagyon színes koncertre, akik már ellátogattak az utóbbi években is ezekre az eseményekre, azok tudják, hogy egy jellegét tekintve azért egy elég komoly technikai fényviszonyokat is figyelembe veszünk, és igyekszünk egy olyan színes programot adni a nézőknek, ahol a főszereplők azok a fiatal tehetségek, és ilyenkor nagyon érdekes, mert többféle hangszeres szólal meg, tehát zongorától fúvoláig, hegedűn át, énekesekig, és emiatt egy olyan színes klasszikus zenei egyveleggel találkozik az ember, hogy az is, aki a komoly zenének nem annyira éppen a wide-fülű hallgatója, az is végig ilyen lekötve és érdekesen tudja ezt felfogni. Hát itt olyan érdekességek fognak történni, hogy ugye a Csiki Kamara zenekar kíséri folyamatosan a fiatalokat, kiegészülve egy nagyobb felállásba Bojki Zoltán karmester úrral, és Szűcs Apor virtuózok tehetségkutatóban feltűnt komoly zenei zeneszerző, zongorista, konkrétan csak erre a koncertre egy világpremiérként egy darabot is írt, úgyhogy az is elhangzik, figyelünk arra is, hogy Kájanira is emlékezzünk, szóval egy ilyen nagyon komplex műsor lesz, a házigazda pedig Molnár Levente, Lisztdíjas opera énekes, Székelyföld büszkesége, hisz ő egy valódi világsztár, és vele nem minden nap lehet találkozni azért. Milyen érzés nektek most már így, hogy negyedik alkalommal szervezitek meg ezt a rendezvényt, itthon lenni és az itteni embereknek adni? Nekem nagyon-nagyon fontos Székelyföld, tehát azért is, mert onnan vagyok, Vásárhely is nagyon fontos, egész Erdélyből jönnek tulajdonképpen fiatal tehetségek erre a koncertre, és magára utána a mesterkurzusra is. Nagyon fontos, és azért is hoztuk létre ezeket az egyesületeket, hogy megpróbáljunk olyan forrásokat találni, amivel hát ezt a kontinuitást, magát, ezt a folyamatosságot fent tudjuk tartani, és szerencsére, hogy a nemzetpolitikai államtitkár úr és a Magyarország kormánya nagyon kedvesen támogat, ők a fő támogatói annak, hogy ezeket a koncerteket létre tudjuk hozni, és a mesterkurzust olyféleképpen megrendezni, hogy a 80 résztvevő ingyenesen jut világszintű tanárok tanításaihoz, és a szállást és étkezést is tulajdonképpen be tudjuk iktatni. Csíkszereda város önkormányzata is hihetetlenül sokat segít, az RMDS is, és nagyon sok támogató, vállalkozó, helyi vállalkozó megérezte ennek a lehetőséget, hogy mit is jelent ez számunkra, hogy a jövőbe mentsük át azt, amink még van. Mi a tapasztalat az eddigi években, tehát mennyire látogatott, mennyien mentek el, milyen visszajelzések vannak esetleg? A koncertek mindig teltházasok, álló ováció és álló vastapsal köszöntik a nézők aznak bizonyosságát, mert ugye ezt mindenki meg kell érezze, hogy ez nem csak arról szól, hogy itt egy komoly zenei koncertet úgy szokványosan megnéz az ember vagy hallgat, hanem azokat a fiatal tehetségeket, tehát minthogyha a jövőben néznénk egy kicsit, egy időutazás, egy szép jövőben időutazás, hogy hoppá, ilyen is lehet a jövőnk, igen, és ezzel bizonyosságot nyer mindenki arra, hogy érdemes ezt csinálni, hát magát az életet, vagy magát a támogatást, vagy magát azt, hogy egyáltalán vagyunk. Na és a legutolsó kérdésem, mert annyira érdekes ez, hogy te most itt élőben velünk lehetsz onnan Budapestre, hogy milyen az idő Budapesten? Most már ugye lassan készültök haza, itt is meleg van, ott milyen az idő? Hát itt folyamatos kánikula van, és amikor azt mondták, hogy hogy ezen a héten hidegfront lesz, hát ez az otthoni szemekkel tekintve egy kicsit ilyen vicces, nincs hidegfront, tehát meleg van. Akkor azt ajánlom, minél hamarabb gyertek ide a friss levegőre, mert itt is, amikor kánikula van, azért főleg Csíkszeredában a fenyvesek azért szerintem egy jó kis levegőt fognak majd juttatni mindenki tüdejébe. Igen, hát a tanárok is nagyon szeretnek visszatérni, tehát Amerikától, amerikai be a Seinfeld Rosenberg voice coachunk is itt lesz, és Magyarországon is nagyon szeretnek oda visszatérni, nem csak azért, mert nem csak a tehetségek miatt, hanem szeretik az egész hangulatát, és mi pedig nagyon szívesen várjuk a kedves nézőket a Szakszeredek Művelődési Házába. Köszönjük 30. szépen! 7 órakor. Köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél, és akkor várunk haza titeket. Jó, köszönjük szépen, megyünk. Szia. Szia. Még mielőtt további nyári programokról, pontosabban a Csűrszínházról beszélgetnénk Széjes Ferenccel, figyelmükbe ajánlom nyereményjátékunkat, melynek részleteiről a következő videóból tudhatnak meg többet.
az igazi nő titka az elegancia. Légy aktív követője a Mozaiknak és játsz velünk, mert Barney Store tetőtől talpig felöltöztet. Lebb meg barátnőd egy elegáns ruhaszettel. Hogyan? Csupán jelöld meg őt Facebook hozzászólásodban a videónk alatt. Június 21-én pedig a Mozaik műsorban kisorsoljuk a szerencsés nyertest. Mi kiszínezzük a ruhatárad. Június végén, 28-án kezdődnek Mikházán az idei, immár 17. alkalommal megszervezésre kerülő csűrszínházi napok. 2002-ben álmodta meg néhány színész a nyári fesztivált, azóta hosszú utat járt be, Kultúrotthontól Rozog a Csűrig, majd pedig egy korszerű építménybe, ami ma is otthonául szolgál az eseménysorozatnak. Vendégem Széles Ferenc színművész, ötletgazda és a Mikházi Csűrszínház Egyesület elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm itt a stúdióban. Mint ahogy elmondtam itt a felkonferálásban is, tehát hosszú utat járt be már a Csűrszínház, és hogy 17. alkalommal kerül megrendezésre, azért ez annak a bizonyítéka, hogy igenis az embereknek szükségük van nyáron is a kultúrára, és szeretnek részt venni ilyen eseményeken. Milyen programokkal várják idén? Hát úgy, ahogy megszoktuk eddig, a csűrszínházi program általában két részre oszlik. Van egy első része, ez a csűrszínházi napok, ami általában június végén, péntek, szombat, vasárnap zajlik le. Ez nagyobb rész színházi előadásokról szól, kiállításról, beszélgetésekről, festészeti, képzőművészeti kiállítás is gyakran előfordult már nálunk. És a program második része az pedig július közepétől, elejétől, 7-8-án, 10-étől folytatódik, és ott már változatosabb programokat tudunk kínálni a nézőknek. Ott lesz a népdaltól, a néptánctól, a komoly színházi előadásig, a római fesztiváltól, a Szent István napig, minden az égvilágon, ami belefér egy ilyen forró nyárba. Augusztus végéig. Akkor augusztus végéig. Minden hétvégén lesz. Minden hétvégén, majdnem minden hétvégén lesz valami. Látom, hogy elhozott egy ilyen programfüzetet is, akkor most legközelebb, amik lesznek, hogyha esetleg a jegyek érdekében is megemlítenénk, hogy melyek azok, amik most legközelebb. Igen, hát ezt puskázni hoztam, mert én azért már tudom a műsort elég jól, de sosem árt, ha van egy puska az embernél. Szemüveget is cserék, mert ezzel csak nézek, ezzel viszont látok is. Tehát június végén, pontosabban 28-án kezdődik a program, délután 7 órakor egy Szatmár és egy Temesvári közös produkcióval, melynek a címe nagyon hosszú, Burundanga, avagy a maszk, a baszk, meg a cucc. De jó a címe. Nagyon jó a címe, érdemes megnézni, remek előadás, kiválóan lehet szórakozni, és hogy a szórakozás ne fejeződjön be, 21 órától egy közismert zenés műfajú darabot láthat a közönség, Zágon István, Nótikáról, Ejzeman Mihály, Hippolita Lakály című végjátékát láthatja. Én véleményem szerint, aki magyarul tud, már mindenki látta a tévében, mozikban, rengeteg változata van ennek az előadásnak, és azt hiszem, hogy a szatmáriaknál jobban nagyon kevesen tudnak ebben a műfajban más nyújtani. Tehát biztos, a szatmáriak a legjobbak ebben a műfajban. Június 29-e szombat, itt egy életképek címet adtuk annak a Barabási Attila Csaba fotókiállításának. Attilát ugye most már a vásárhelyi közönség nem csak úgy ismeri, mint a Maros Művész Együttes igazgatóját, hanem mint fotóművész is már bemutatkozott a vásárhelyi közönségnek, Marosvásárhelyén is, az ország több részén is. Reméljük, hogy Mikházán is sikere lesz a kiállítás egész nyáron, látható lesz a Mikházi Csűrszínházi udvarán lévő iskola teremben. Ezt követi Érdekes emberek címmel egy próbálkozás, ez a bemutatója tulajdonképpen ennek a műsorszámnak. Ez arról szól, hogy megpróbálunk érdekes embereket bemutatni a Nyárád völgyéből, és hát kivel kezdenénk, ha nem az én édesapámmal, idős Széles Ferenccel, aki most tölti a 90. évét, a falu szülöttje, rengeteget tud mesélni a háborús évekről, az azt követő évekről, stb. Most, mindenről. Hogy említette ön, hogy a falu szülöttje, akkor én arra kérdeznék rá, hogy tapasztalták úgy már ez a 17 év alatt, ugye, hogy mennyire jelent hátrányt, vagy esetleg előnyt, hogy egy ilyen kis településen kerül megrendelni
rendezésre ez az egész nyarat átölelő esemény. Igen, jó a kérdés, mert ebben sok hátrány is van, és sok előny is van. A hátrány az, hogy keskenyek az utak, most pláne javítás alatt vannak, folyik a kanalizálás, aszfaltozás lesz ősszel a faluban, tehát ez mind kedvez majd a jövő évre. Egyelőre nehéz lesz azt a sok rengeteg autót leparkolni a Mikházi utcákon. De gondolom, ilyenkor tényleg megtelik az egész, a falu megtelik minden, népe nem, egy traktor várja. Nem tud már elmenni az út közepén, mert nincs annyi hely. Tehát ez, ami egy kicsit kellemetlen, a kellemes az, hogy amikor bemegyünk a Csúrcínházba, nézőtéren teli van, tömbe van a terem, pótszékeket kell betegyünk, és ez mindig jó érzéssel tölti el a szervezőket. Akkor ez bizonyíték, hogy nem jelent akadályt, és miért éppen Mikháza volt az, amire a választás esett annak idején még, hogy itt szervezzék meg? Igen, hát ez azért Mikháza, mert én mikházi születésűnek tartom magam, ha bár én Vásárhelyen születtem, de a rokonság, a nagyszülők, édesapámék ott születtek, és hát én minden nyaramat addig is ott töltöttem, azóta is mindig ott töltöm, most már elfoglalva, lefoglalva a szervezéssel, és tehát tulajdonképpen innen jött az ötlet annak idején, hogy Mikházán is csináljunk színházat, és inkább arról szólt a kezdeményezés, hogy falun, valahol falun csináljunk színházat, mert a 90-es évek után az erdélyi színházak idézőjelbetéve kicsit elkényelmesedtek, és már nem nagyon mentek ki falura, ennek többféle oka, anyagi oka is van, meg elkényelmesedett oka hát is van. Hát ez ugye még máig is azért így megvan, tehát főleg kisebb településekre így azért van. Nehezen jut el a színház. Nagyon inkább nehez, nem jut el egyáltalán, nem. Egyedül talán Csíkszered az, aki még ezt a hagyományt próbálja folytatni, és bérlete van a Székelyföldön több kisebb-nagyobb faluban, de a többi színház már nem megy sehova. Na, ezt hát főleg nyáron ugye bezárul hát nyáron, igen, meg akkor szabadságban, meg stb. Tehát ez volt az, hogy ezért volt Mikháza kézenfekvő. Igen, és az évek alatt mit tapasztaltak, hogy mire törekedtek, mit változtattak, honnan, hová alakult a Csőrszínház? Hát sok minden változás történt, először is itt el kéne mondjam, hogy az elején egy régi Csőr előtt összetákoltunk egy színpadot, és ott léptünk innen fel. Innen a Csőrszínház, akkor innen ez a Csőrszínház, igen. Aztán miután többször elverte az eső az előadást is, a nézőket is, sátrak dőltek össze, vihar lett, újra felhúztuk, megint elvert az eső, és akkor elkezdtünk szerencsét próbálni, és hál' Istennek sikerült, itt az eredmény, készen van az új színház, már 10 éve, azóta működik, javítgatjuk, szépítgetjük, tesszük, vesszük, próbálunk műsorszámokkal újítani, van, amikor sikerül, van, amikor nem, de igyekszünk. Lehetett olvasni egyébként a sajtóban az elmúlt hetekben, napokban, hogy felújítás alatt van a Csőrszínház. Ez mondjuk aggodalomra nyújt okot, tehát most akkor változik, valamelyik programok átkerülnek más helyszínre, vagy ez hogy fog folytatódni? Most már meg lehet nyugodni, mert hál' Istennek a nyárad remény tanács kézbe vette a dolgokat, és már a tavaly megígérték, hogy rendbe teszik a Csőrszínház padlózatát, mert ott volt a nagy baj, és a Csőrszínház teteje beázott, a nézőtér több helyen, és emiatt a padlózat megrothat, és most ráadásul az árvíz is bement a Csőrszínházba május végén, és iszaplerakódást végzett, és hát ezt meg kellett valahogy oldani. Jelen pillanatban megnyugtathatok mindenkit, a műsor meg nem fog változni, meg tudjuk tartani bent a Csőrszínházban, és most lebetonozzuk, és ősszel megígérte a tanács, és ezt be is fogja tartani, biztos vagyok benne, le is padlózza a nézőteret, és a tető is újra lesz csinálva. Mire számíthat az, aki ellátogat? Tehát az előadásokon kívül még milyen más kikapcsolódás vár ott a nézőkre? A helyszínen ott a Csőrszínház környékén, vagy ott benne? Igen, hát sok minden van még ott Mikházán, hát elsősorban meg kell említenem a Ferences Kolostort, amely kolostor ugye a csíki Ferences Kolostor után a második legnagyobb Erdélyben, sőt tulajdonképpen innen indult a Ferences mozgalom, ha lehet ezt így mondani, és nagyon-nagyon érdekes, és nagyon szép a Ferences templom maga, a kriptája, nagyon érdekes, izgalmas, akkor van egy gyönyörű kápolna a temetőben, akkor ott a Kacsó Sándor, Széles Sándor emlékszoba. Lehet egy ilyen hétvégét tervezni, hogy
nyugodtan, mert annyi mindent lehet látni, akkor lesz egy Saladdénes emlékszoba, aki a falu szülöttje volt szintén, és fafaragó művész, mert művészi szinten faragott már bútorokat, csillárokat, gyertyatartókat, és lesz egy tájházszoba is, aminek most kezdtük el a berendezését. Tehát sok mindent lehet, ott a bekecs, kirándulni lehet, ott a nyárát, fürödni lehet, büfé várja. Úgy gondolom, ez pont egy olyan környezet, én egyébként, hogy már ellátogattam oda, ami tényleg ideális így nyárra, hogyha kikapcsolódni akarunk, és egy ilyen nyugodtabb helyen, így és van, még kultúrát is szívhatunk magunkba. Sátorral is lehet jönni, igen. Sátorhelyet biztosítunk, zuhanyozni lehet a Csűrszínházban, WC van a Csűrszínházban, és mindez a közönség és az odalátogatók rendelkezésére. Még van olyan program, amit így külön kiemelne? Tudom, hogy mind a szülő a gyerekei közül nem mondja, hogy melyik. Igen, az de az még ebből a Csűrszínházi napokból feltétlenül el kell mondanom, a többiekre még visszatérhetünk a műsor a júliusi részekre, de itt még el kell mondanom, hogy szombat este 21 órától Tamás Járon Tündöklő Jeromos című előadását láthatja a közönség, a Spektrum Színház és a Maros Művész Együttes újra elképzelt előadásában, hiszen ezt az előadást már játszta a Nemzeti Színház. Most ebben az az érdekes, hogy és egyben izgalmas is véleményem szerint, hogy a Maros Művész Együttes táncosai prózai színészként is bemutatkoznak. Igen, azért ez egy nagy lépés. És ez egy óriási lépés, és ahogy a kollégák mesélik, nagyon izgalmasak a próbák. Török Viola rendezi tulajdonképpen az előadást, és meggyőződésem, hogy zsúfolt ház lesz. És augusztusban ugye a Hagyományok Háza által is szervezve lesz egy esemény, egy rendezvény. Így van, a Hagyományok Háza augusztus 9 és 11-e között van Mikházán, három napos rendezvényt tartanak. Ezt várom, meg kell mondanom a legizgatottabban, hiszen ők maguk 150 embert, 150 vendéget hoznak Mikházára, és már körülbelül három hónapja próbáljuk őket fektetni, lefektetni, próbáljuk szervezni, hogy hol fog aludni ennyi ember, de véleményem szerint meg fogjuk oldani. Azért örülök ennek különösebben, mert a Hagyományok Háza workshopokat hoz el, népi együtteseket hoz el, minden este táncház lesz, régi zenekoncert lesz a templomban, a Barozda, a Heveder, az Öves, a Lelkes együttesek, ha jól emlékszem, Generációk címszó alatt lépnek fel egy este, amit természetesen táncház követ, és azon kívül szó lesz a faragásról, a népi kultúrák különböző válfajairól, tehát nagyon izgalmasnak ígérkezik, és én nagyon várom őket. Lesz élet akkor Mikházán, úgyhogy minden mellett, a fesztiválok mellett ide is, amikor nem mondhassa senki, hogy unatkozni fog. Nem. Úgyhogy köszönjük, igen. De még visszatérnek, mert a vasárnapot nem mondtam el, a Bekecs Együttes két előadással jelentkezik, vasárnap délelőtt egy gyerek előadással, este pedig Ember az embertelenségben című zenés-táncos előadásukkal. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy elárulta nekünk a programokat. Én pedig most egy kérdést tennék fel önnek, igen? Amit már említettem, hogy ez a pillanat el fog jönni, a hét kérdését. Nem szorosan a témánkhoz kapcsolódik, de úgy gondolom ez is ugyanolyan aktuális, úgyhogy meg fogom kérni, hogy erre válaszoljon. Következzék a hét kérdése. A hét kérdése. Ön szerint hogyan lehetne leginkább segíteni a mozgássérültek helyzetén? Hát tudományos választ nyilván nem adhatok erre, de véleményem szerint az emberi viszonyulásokon kéne erősíteni, és ezt az erősítést el lehet kezdeni már nyugodtan az óvodában, az iskolában, és előbb-utóbb ez meg kell oldódjon, és meg kell történjen, hiszen vannak demokráciák, ahol ez egyáltalán nem probléma, sőt, a kormányok, az országok, a népek úgy segítik őket, hogy szinte a tenyerükön hordozzák őket. Igen, említeném Svédországot például, és Norvégiát. Teljesen természetes is tud lenni. És ez abszolút természetes is, nyilván. Köszönjük szépen a választ, és azt is, hogy eljött hozzánk, és hát kívánunk egy nagyon szép nyarat önnek, és azoknak, akik ellátogatnak Mikházára. Köszönjük szépen. Köszönöm. A következő percekben egy könnyed nyári étel elkészítéséhez kaphatnak ötleteket Gál Noémi segítségével, aki a Pulzusban incsiklandozó saláta recepteket gyűjtött össze nekünk.
köszöntöm a nézőket. Igen, ez itt a Pulzus. Mivel itt a nyár, eljöttünk Andihoz, és készít nekünk egy finom, friss, üde nyári salátát. Tartsanak velem! Szia, Andi, készen vagy? Igen. Rendben. Akkor nézzük is meg, hogy milyen alapanyagokból készíted el a mai salátát. Tehát van sárgarépánk, van zellerünk, van grillezett tökünk, grillezett vinettánk, vagy padlizsánk, paradicsom, rukkola, jégsaláta, kukoricám, gombám, olivabogyom, van grillezett csirkém, tonhalam, amiből tudom készíteni, és feta sajtom. És ezt mind felhasználod? Hát nem az egészet. Általában a kliens kiválasztja, hogy milyen alapanyagokból szeretné kérni a salátáját. 110 g a nagy saláta és 210 g a kicsi saláta, 4 termék a kicsi, 6 termék a nagy, és plusz egy fél piadinalat, tehát egy piadinalatot is teszünk. És akkor úgy van, hogy saláta, rukkola, majd jön a csirkemel. Igen, és még mit tehetünk bele, mert még 3 termék belejön. Kukoricát mindenképp szeretnék. Jó. Jöhet szerintem a sárgarépa is. És egy sajtfélét ne tegyünk bele? Valami, tehetünk, mit ajánlasz? Feta sajt? A feta a megy fetát a ajánlod. Jó, rendben, akkor feta legyen. És itt van. Akkor teszem a fetát. Fetát azt viszont kovágjuk, sok kockáztuk velem. És valamilyen szósz tehetek, vagy öntetek a salátára? Milyen szószt ajánlasz, valami lájtosat? Van egy finom joghurtos citromos öntetünk, ami nagyon megy a salátához. Vagy van olívaolaj, balzsamecez. Szerintem legyen a joghurtos citromos szósz. Jó választás. Köszi. És akkor rákerült most ugye a joghurtos szósz, öntet, és mi következik ezután? Ezután az következik, hogy össze fogom kavarni, te pedig kiválasztod, hogy milyen lapot készítsek addig elő. Van teljes kiörlésű lapunk, és van vegetáriánus lapunk. Én teljes kiörlésű lapot ilyen szeretnék. Van is előkészítem, egy ilyen fél teljes kiörlésű. Egy ilyen óriási? Igen, ez csak egy fele. Jól összefogtam kavarni. Sóbors van benne? Csak bors. És miért nincs só? Azért, mert nem kell ebbe, az öntetben nem kell. Jó, értem. És ebbe beleírjuk. Azt a de jó! Ezt a cselt nem is tudtam. Ez egy jó kiadós saláta, tehát... Ez hány gram kb? Jó, ez 540 gram volt maga a saláta, mert teszünk bele paradicsomot, jaj, tehát több termék volt, és plusz 90 gram a alap, úgyhogy 600 gram. Értem. És ez a saláta. Kedves nézőink, ezt a salátát önök is elkészíthetik otthon. Köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét várom önöket. Viszontlátásra! 8:30-tól Artériák című magazin műsorunkat láthatják, melynek célja, hogy olyan embereket, szervezeteket mutasson be, amelyek tevékenysége fontosak társadalmunk számára. Nézzük meg együtt, hogy mi is lesz a mai téma. Szilárdság ide krasznamenti, krasznai, kimondottan krasznai népviselet. Most az óvodás csoportot és a felnőtt csoportot vezetem, és ez nekem nagyon jó. Valahogy a tánc az mindig a szívem csücske volt. 2007-ben jött létre ez a faluház. Akkor tényleg nagyon rövid időn belül kellett összegyűjteni szinte minden adomány. Lelik Berta. Szeretem, amit csinálok. Nem munkának fogom fel. Jó érzéssel, szívesen. Artériák ma este 8:30-tól az Erdélyi Magyar Televízióban. Még mielőtt elbúcsúznánk, nézzük meg együtt, hogy mire is számíthatunk a ma esti híradóban. Szia, Noémi! Szervusz, Laura, köszöntöm a nézőket! Mondd, íz lett a saláta, amit a Pulzus című műsorban készítettél? Na, már aznap megettem.
De jól tetted, nagyon ízletesen nézett ki. Na és komolyabb vizekre evezve, mire számíthatunk a ma esti híradóban? Felvételit hirdet a BBTE, illetve elkezdődtek a kísérettségig. 7 órakor jövök a részletekkel. Megbukott. Nem ment át a bizalmatlansági indítvány, marad a kormány. Megüresedés. Újabb RMDS tanácsos mondott le, nem könnyű pótolni a megüresedett helyeket. Vizsga hét. Elkezdődtek a kísérettségig, nem mindenkinek fontos ez a vizsga. Gólyák. Erdély szerte gyűrűzik a gólyákat, 20 éve zajlik ilyen tevékenység, nagy segítség a madárpopuláció követésében. Megköszönöm mára a figyelmüket, nézzenek bennünket a hét többi napján is, este 6 óra 20 perckor itt az Erdélyi Magyar Televízióban, ahol naponta érdekes és színes témákkal jelentkezünk. Ez holnap sem lesz másként, hiszen a Csernobil sorozat kapcsán holnap erről az eseményről fogunk beszélgetni. A viszontlátásra!